Hidak, vallási, közéleti és kulturális heti magazin következik. Blejer Gábor műsora. Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök a Hidak heti magazin adását hallják, a mikrofonnál Blejer Gábor. Mai vendégem Kárpáti József orgonaművész, a köztársaság érdemlen lovak keresztjének birtokosa. Ha megengedik, régi ismerettségünkre való tekintettel a riport során tegeződni fogunk. Hogyan derült ki kötődésed a zenéhez, és hogyan kezdődött pályafutásod? Hát erre nagyon nehéz válaszolni. Nagyon régen történt, 7-8 éves lehettem, amikor mindig is kötöttem a zenéhez, nagyon szerettem az éneket, szerettem zenét hallgatni, de elmentünk egy vásárba, Rákospalotnál laktunk akkor, és megláttam egy furulyát. Hát nem is furulya volt az tulajdonképpen, hanem ilyen egyoktávos kis fúvó hangszer, és mondtam, hogy nekem vegyenek olyat. Mi a ménkőnek? Kérdezték. Hát én mondom, azért szeretnék egyet. Megvették, és én azon az akkori iskolai énektanulmányaim alapján, ami az általános akkori elemi iskolában volt, szolfézs, meg zene, elkezdtem kis dallamokat játszani, anélkül, hogy előzőleg ilyen hangszer a kezembe lett volna. Akkor figyeltek fel rám, hogy úgy látszik, van valami tehetségem vagy érdeklődésem a zenéhez. Hát így kezdődött. Ez hányban volt pontosan? 1938. És mit mondtál, hol laktatok abban az időben? Rákospalotán laktunk, talán a Vezerényi utcában, vagy a Kalapka-György utcában, nem tudom, ott születtem, ott azon utcák valamelyikében laktunk, és onnan mentünk egy ilyen búcsú, vagy nem tudom, milyen vásár volt. És már abban az időben hallgattál orgona zenét, vagy jártál templomba? Hogyne, jártam templomba, édesanyámmal mindig mentem a templomba, és nagyon megcsodáltam azt a gyönyörű hangzást, amit az orgona adott. Egy nagyon jó kántor volt annak idején Rákospalotán, jól tudott orgonálni, szépen énekelt, és ez engem nagyon megfogott. Értem. Amit akartam még kérdezni, hogy amúgy te szabadidődben hallgatsz másfajta zenét, vagy milyen zenét szeretsz? Természetesen. Hát ugye elsődleges zene számomra a szakmámból kifolyólag és az orgonaművészetből kifolyólag a klasszikus zene, annak is minden fajtája, a legrégebbiktől egészen a maiakig is, de ugyanakkor az úgynevezett jó könnyű zenét, szép könnyű zenét, amit tánczenének is hívnak, meg szórakoztató zenét, azokat is szívesen hallgatom. Egyébként nekem van egy olyan véleményem, hogy tulajdonképpen nincs könnyű zene, meg komoly zene, jó zene és rossz zene. Engem azért érdekelne, ha már itt vagy, hogy nevesítsük ezeket a zenéket, akármilyen stílusból. Kezdjük először a komoly zenéből, hogy miket favorizálsz? Hát, mint orgonista, természetesen, mint minden orgonistának, Johann Sebastian Bach, az Atya Úristen, és a legnagyobb zenészek egyike. Mellette ott voltak nagyon sokan abból a korból és abból a stílusból, akik remek zenét produkáltak, de nagyon szeretem a romantikát is, azokban is Lisztet, César Frankot és a francia romantikusokat általában, és aztán szeretem a további koroknak a zenéjét is, és nagyon megfogott az impresszionizmus is, meg az mai zenéből is válogatva. Mondtad a könnyű zenét, meg a jazzt, gondolom. Nem engedlek el anélkül, hogy ne beszélnél arról, hogy azok közül kiket favorizálsz, vagy ki az, amit szívesen hallgatsz. Melyik? A könnyű zenével például. A könnyű zenével? Igen. Amit minőséginek tartasz, és még te is meghallgatsz otthon. Hát nem vagyok nagyon járatos sem a szerzőkben, sem a stílusokban, mert nem foglalkoztam olyan szinten, mint az én szakmám zenéjével, de a magyarok közül, amikor az én ifjúságom zajlott, akkor jött be a Beatles, meg jött be a magyarok közül a Szörényiék és társaik.
ezeket nagyon-nagyon szeretem, és nagyon nagyra becsülöm. Uh-huh. Most nem akarok azért neveket mondani, mert jó, senki se... nem szeretnék meg kihagyni, vagy megsérteni. Uh-huh. Az érdekes lehet, mert gondolom, hogy egy kántor az nem csak zenével kapcsolódik a templomhoz, hanem vallási szempontból. A gyerekkorodat meghatározta vallás, hogy kerültél vele kapcsolatban? Úgy határozta meg, én római katolikusnak születtem, az is vagyok a mai napig is, gyakorlóan tartom és gyakorlom a vallásomat, mai napig is templomi muzsikát is szolgálok, amióta eszemet tudom, 6-7 éves, 5 éves koromban édesanyám mondom, elvitt mindig a templomba, a rorátékra, adventi hajnali misékre, meg később is vasárnaponként, meg sokszor hétköznap is elmentünk, és már akkor nagyon megfogott ez a fajta zenélés. Később, amikor ezt a furuját, vagy nem is tudom, minek tiszteljem, hangszert megkaptam, akkor az nagy löketet adott, és közben úgy adódott az életünk sora, hogy édesapám, aki a Vajdahunyad várában a mezőgazdasági múzeumban dolgozott, 1938-ban a Jáki kápolnának a sekrestyése lett. Ekkor mi beköltöztünk a Vajdahunyad várában, és ott éltünk 1950-ig. Most ott a kápolnának volt egy nagyon kiváló harmóniuma, amit ugye édesapám munkája jó voltából, de akkor mehettem, amikor csak akartam. Én azon a hangszeren nőttem fel, tulajdonképpen ott kezdtem el. Részben az iskolai tanulmányok, amiket tanultam szolfésból, énekből, zenéből, ez nagyon sokat besegített, és aztán az életem továbbiakban úgy adódott, hogy 1940-ben, amikor 10 éves voltam, elvégeztem a negyedik elemit, Kalocsára kerültem gimnáziumba. És miután akkor még pap akartam lenni, oda vittek a szemináriumba, és ott az egyik paptanár felfigyelt az én zenei, idézőjelben mondom, munkásságomra, tevékenységemre. Úgy figyelt meg, hogy én nem is vettem észre, hogy ő engem közben hallgat, amíg a harmóniumnál próbálkoztam mindenfajta dolgot csinálni, felajánlotta, hogy ő engem nagyon szívesen tanít zongorázni. Hát mondtam, hogy ezt nagyon megköszönöm, de hát mi szegények vagyunk, hát ezt nem tudom megfizetni. Nem is kér pénzt érte. Évekig tanított ingyen, 3 éven keresztül. Úgy hívták, hogy Vág Imre, már hát természetesen nem él nyugodjék békében. Pap volt és nem kántor. Tessék? Pap volt, nem kántor. Pap volt, igen. Ő egyébként hát muzsikus volt, mert a római Santa Cecilia Akadémián végzett, akkor jött haza, és került oda énektanárnak a kalocsai gimnáziumban. Ezek azok a bizonyos szerencsés véletlenek az életbe. Ezek, igen, pontosan így, ahogy mondod. Ha ez, nem is tudom, annyit gondolkodtam már ezen, hogy az én életem során bizonyos dolgokat miért is csináltam, amit azóta már nem csinálok, mert volt akkor valami célja, hogy valakivel összeismertessen, hogy valakinek a segítségét, támogatását megkapjam, és ez hát nagy mértékben elősegítette az én fejlődésemet. Így kerültem aztán hát egészen közelbe a muzsikával, mert ott már akkor szakszerűen tanultam zongorázni, és 1944-től 48-ig az esztergomi szemináriumban voltam, ott a Bences gimnáziumban jártunk, ott is kitűnő énektanárai voltak, és közben már megtanultam annyira zongorázni, meg magamtól részben harmóniumozni, orgonálni, hogy az akkori a miséket el tudtam látni. Ez nekem nagyon nagy élményt jelentett, és viszont meghatározta a későbbi életemet is. Mert amikor leérettségiztem, hát hosszas harc volt bennem, hogy milyen pályát válasszak tulajdonképpen. Papi pályát válasszak, zenei pályát válasszak, és nem tudtam eldönteni, és akkor egy tanárom, egy nagyon-nagyon bölcs tanárom azt mondta, hogy
menjek a zeneakadémiára, próbáljam meg a felvételét, ha ott engem felvesznek, és én ott jól érzem magam, akkor ott van az én hivatásom, és oda kell mennem. És nagyon igaza volt, mert így történt. 1948-ban, amikor leérettségiztem, egyből fölvettek a zeneakadémiára egyházzenei tanszakára, és az orgona tanszakára, és azóta ott tanultam 8-9 éven keresztül, még 1958-ban végeztem, és akkor orgonaművész és tanári diplomát szereztem. Milyen volt abban az időben zeneakadémistának lenni, főleg egyházzenei szakon, mert egy elég érdekes korszakról beszélünk. Hát egy nagyon érdekes korszak volt, elég sok piszkatúrának és üldözetésnek voltunk kitéve, de sikerrel mindig sikerült elhárítani az akadályokat. Nagyon kitűnő tanáraim voltak a Zeneakadémián. Ezt nem szeretném kihagyni, mert hisz nekik köszönhetek rengeteget. Orgonatanárom Gergely Ferenc tanár úr volt, áldott Feri bácsi, meg Pécsi Sebestyén. Ők ketten abajgatták és egyengedték a hangszeres tanulmányaimat. Aztán zongoratanáraim is nagyon kiválóak, Engel Iván, meg most nem is tudom hirtelen, többen voltak, Véner Tibor, aztán az elmélettanáraim közül, akikre nagyon szívesen emlékszem vissza, elsődlegesen Kodály Zoltán, akitől népzenét tanultam 3 éven keresztül, Járdányi Pál, akitől szintén zeneelméletet és népzenét, Farkas Feri bácsi, aki zeneszerzésre tanított, meg Kókai Rezső, és még sokan mások, akiktől rengeteget tanultam a főiskolán. Ez egy a legtöbb olyan név, akikről egy átlagos hallgató már csak könyvekből hallott, illetőleg csak legendákat tud róluk. Hát igen, mert ugye, hát én is most már 83 éves vagyok, tehát amikor én voltam ifjonc, akkor voltak ők in floribus, van 30-40 évesek, azóta már rég nincsenek. Az is érdekes, hogy miután elvégezted az akadémiát, hogyan kezdődött az igazi pályát? Tehát hol kezdtél el először dolgozni, mint organista? Nagyon összetett az én zenei pályám tulajdonképpen, mert nem csak orgonáltam és nem csak zongoráztam, hanem mellette az egyházzenei tanszakon belül is, meg aztán azután is karvezetést is tanultam, és mint karvezető kerestem a kenyeremet. 1950-ben ismerkedtem össze az egyik akkor nemrég végzett kollégával, Texas Gyurival, aki bevezetett az énekarvezetésnek a rejtelmeibe, az amatőr kórusoknak a rejtelmeibe, mert az akadémián, amit tanultunk, hát ott kiosztottuk a kottát, és mindenki elénekelte. De itt ezek az amatőr énekaroknál, hát ugye nem tudtak kottát olvasni. Nagyon jó fülük volt, jó hangjuk volt, de meg kellett tudni, tanítani nekik a szólamokat, a ritmust, és mindazt, amit hát zenének és zenei kifejezésnek hívunk. Óriási élmény volt. Ezt a munkát kereken 50 éven keresztül végeztem. Egy igen nagy tartomány az életednek, és ha jól tudom, nem kis sikereket értél el, mind egyházi, mind világi kórusokról. Erről hallhatnánk valamit? Kórusokkal? Hát a két énekari mozgalom, vagy hát, hogy énekari munka, az egyházzenei énekar, azok vegyes karok voltak, meg ezek az úgynevezett világi énekarok, amikor az előbb beszéltem, munkás énekarok, azok zömmel férfi karok voltak. Két irányt adott meg, két fajta hát tevékenységet követelt meg. A kettő aztán összefonódott, és én a béketéri templom énekarában, mint gimnazista gyerek kezdtem el, nagyon jó orgona volt,
orgonát tanulni azon a hangszeren. Úgyhogy mikor akademista lettem, és aztán készültem a művészi diplomámra, én azon a hangszeren nőttem fel, ami most is megvan, és nagyon nagy szeretettel és jó emlékekkel emlékezem oda-vissza. Sok évet töltöttem ott el. Később más templomokban is, a Bosnyák téren is ott voltam 10 évig, jelenleg a Batthyány téri Szent Anna templomban kántorkodom és orgonistáskodom mindig. És mellette legalább 20 vagy 25 világi énekkart is vezettem. Nevesíthetnénk ezekből egy-kettőt? Mert biztos érdekli a kedves hallgatókat is, hogy melyek voltak ezek az világi énekarok. A világi énekarok. A legelső az azért emlékezetes, mert egy nagyon speciális, ezt idézőjelben mondom, énekar volt. Úgy hívták, hogy a Lósport Vállalat énekara. Ez a Lósport Vállalat az két részből állt, volt az Üggető, meg volt a Galopp. Hát az Üggető pálya, ami a Kerepesi úton volt, az sem már nincs, meg az épület meg is van, már egész más csinálnak ott. Nagyon jó énekora volt az ott lévő zsokékból, pályamunkásokból, és mindenfajta olyan emberekből adódott össze, akik a lovakkal foglalkoznak. Tudni kell azt, hogy abban a korban, 1948-at, 50-et írtunk, és az 50-es években a úgynevezett világi énekaroknak politikai szempontból is nagyon nagy szerepük volt, mert az üzemekben, a politikai ünnepségeken el kellett látni mindazt a feladatot, ami annak az ünnepnek a fényét követelte. Ez megélhetést biztosított részben az énekaroknak, mert nagyon felkarolták az énekeseket, és nagyon felkarolták azokat a karnagyokat is, akik ezzel foglalkoztak, így engem is. Abból éltem, 4-5 énekarom volt, és amit ott fizettek ezért, abból tudtam magam fönntartani, hisz édesapámat korán 1950-ben nyugdíjazták, havi 400 forint volt, ha jól emlékszem, a nyugdíja, tehát abból túl sokra igazán nem lehetett. Családot fenntartani nem lehetett. Ha már a szüleidet említette, lehet tudni, hogy ők mivel foglalkoztak? A szüleim? Igen. Az édesapám a mezőgazdasági múzeumban volt altiszt, és a könyvtárban dolgozott, mint könyvtáros, és a Jáki kápolnának volt a sekrestése. Édesanyám otthon vezette a háztartást, hárman voltunk testvérek, és hát otthoni munkát látta, mint akkoriban az asszonyok általában. Ezek szerint nem zenész családból származtál? Nem zenész családból származtam. Ha jól visszaemlékszem, a családban senki nem volt zenész. Édesanyám nagyon szeretett énekelni, nagyon jó füle volt, nagyon maga iskolázatlan sága ellenére 6 elemét végzett, mert hát is az volt, meg talán a 4 polgárit. Nagyon kitűnően énekelt, és nagyon érezte, ha nem is tudta, mert nem tanulta a zenét. Viszont ha jól tudom, a te gyermekeid zenével foglalkoznak. Igen, az én gyerekeim zenével foglalkoznak. Na most még azt kell mondanom, hogy volt 2 testvérem, sajnos már nem élnek, volt egy bátyám, aki nagyon kitűnő amatőr, táncos és színjátszó, ilyen egészen amatőr foglalkozása volt, szóval nem volt muzsikus, de ebből nagyon-nagyon jól profitált. A nővérem az már tanult zongorázni is, és kántorságig is eljutott, és tanítónő volt egyébként. És a gyerekeim pedig, 3 gyermekem van, mindegyik tanul zenész. A legidősebb, aztán nem muzsikus lett, hanem angol-spanyol szakos tanár. A második fiam konzervatóriumot végzett orgonából és fagottból. A kislányom konzervatóriumot végzett hegedűből, és a zenével foglalkoznak szintén. Térjünk vissza arra az 50 évre, amikor kórusokkal is foglalkoztál, mert azt hallottam, hogy igen nagy sikereket értél el a kórus vezetésben, illetve a kórusaid több nemzetközi megmérettetésben is részt vettek. Erről hallhatnánk valamit? Igen. Az történt időközben, hogy mint fiatal bekerültem egy áramlatba,
és olyan emberek kórusait sikerült megkapnom vezetésre, olyanok a bíztak meg, mint volt a dr. Új József, egy nagyon nagy nevű és kiváló énekari karnagy volt, és sorolhatnék még sokakat, másokat, akiket most hiába mondom el, mert a mai kedves nézőknek nem sokat mondanak már ezek a nevek. Ezeknek az énekarok nagyon jó minőségű, kitűnő énekarok voltak. Mondhatnám azt nyugodtan, hogy amikor én 20 éves koromban oda kerültem, ezek az énekesek, most idézőjelben mondom ezt így, többet tudtak a szakmából, mint én, és rengeteg jó tanácsot kaptam tőlük, és tanítottam, hogy karnagy úr, vagy Jóska, vagy tanár úr, ki hogy szólított. Egyébként a Pertuba voltam, az nagyon jó viszonyban voltam az énekesekkel. Ezt így csinált, ezt már a doktor úr is így csinálta, és meglátott, hogy ez így sokkal jobb lesz. Így kezdődött el a fejlődésem 20 évesen, és aztán hát értem el olyan sikereket, mint aztán később amilyeneket. A mind nagyobb és nagyobb énekaroknak a vezetésével bíztak meg. Úgynevezett hosszú távú karnagy voltam. Nem egy-két évig voltam egy-egy énekarnak a karnagya, hanem 10-15-20 éven keresztül is vezettem énekarokat. Ilyen volt a Csepeli Papírgyár, csak most úgy hirtelen, ami eszembe jut. A Húsipari Vállalat énekara, aztán a legutóbbiak közül egy kicsit nehezen jár az agyam, mert volt most nemrég egy betegségem, aztán kicsit zűzavaros vagyok, amik már sajnos nincsenek, mert hát megszűntek, kiöregedtek, a patronusok is hát szép csöndbe lementek, az embereknek az érdeklődési köre a fiatalságnak is más irányba tendált, úgyhogy ezek az énekarok már sajnos nincsenek. De eljutottunk oda, hogy a legnagyobb kodályműveket, Bartók műveket, hogy csak a magyar nagyszerzőket említsem, énekeltük, amellett a régi plekasszikusokat, Palestrinától kezdve végig, a nagy romantikusokat is, eljutottunk külföldre, nem egy és nem két helyre, először keletre, összebarátkoztunk kinti énekarokkal, csere utak voltak, ők jöttek ide egy hétre, két hétre, mikor, hogy. Mi mentünk oda szintén, kölcsönösen vendégül láttunk egymást, és egy csomó koncertet adtunk. Bejártuk énekarral egész Európát. Nem csak a keleti vidéket, Szovjetuniótól kezdve, ugye akkor így indult el a dolog, Csehszlovákia, Lengyelország, aztán Jugoszlávia, de eljutottunk Ausztriába, Németországba, Franciaországba, Svájcba, Spanyolországba, nem is tudom merre voltunk. Szinte mindenhol voltatok a világon. Javaslom, hogy hallgassunk egy kis zenét, és a szünet után visszatérünk.
Most, hogy visszajöttünk, beszéltél a kórusmunkásságodról, de ha jól tudom, te nagyon hamar megbarátkoztál a tanársággal, és nagyon hamar tanítani kezdted azt, amit tudtál. Hogy kezdődött ez? Ez részben összefüggött az énekarokkal, mert ott is tanítani kellett. Az is egy bizonyos fokú pedagógiai munka volt. De ugyanakkor a zeneiskolában, mert miután csak az énekari munkából nem lehetett megélni, amikor nem fizettek rosszul, de megélni ezért csak abból nem lehetett, én zenetanár lettem. Amikor elvégeztem a Zeneakadémiát, orgona, művészi és tanári oklevelet szereztem, és az akkor úgy hívták, hogy fővárosi zeneiskola szervezet, oda kerültem. Irsai Vera volt a nagyasszonyunk, ő volt a központi igazgató, nagyon szeretett, és aztán az ő keze alatt ott megalapítottam az orgona tanszakot, miután a fővárosi zeneiskola szervezetnél nem volt orgona tanítás, sok mindent tanítottam. Rengeteg hangszert, meg elméleti tárgyakat, de ez a hangszer hiányzott, és miután oda kerültem, azt a megbízást kaptam tőle, hogy ezt szervezzem meg sikerrel. Mai napig is működik, most már elmúltunk 50 évesek, hogy a zeneiskola szervezetnél, illetve az állami zeneiskoláknál orgonatanítás is folyik. Ezt én így nyitottam el annak idején, és nagy-nagy szeretettel, és emlékszem vissza, rengeteg növendékem volt. Most, amikor az 50 éves jubileum volt pár év ezelőtt, egy buzgó kolléganő előszedte a régi naplókat, összeírta a növendékeket, hát több mint 500 növendékem volt ez idő alatt. De köztük olyanok, mint Lantos István, a későbbi zeneakadémiai rektor, Almási László Attila, aztán, hát most így nem akarok megint megbántani senkit, hogy kifelejtem, de rengeteg nagy név szerepelt. Tehát, ha jól értem, sokan a mai pregnáló orgonaművészek közül a te tanítványaid voltak. Majd 80%-ban. Igen. Ha jól értettem, akkor nem csak, hogy megalapítottad, hanem a pedagógiai, illetve zenei hátterét is te alapoztad meg ennek a képzésnek. Igen, miután a Zeneakadémián szerencsémre olyan kitűnő tanárom tanította nekünk a zenepedagógiát, orgonatanítás módszertanát, mint Pécsi Sebestyén, rengeteget tanultunk tőle, nagyon tudatosan, kitűnően tanított. Gergely Feri bácsi a főtanszak tanáromtól zenét lehet, tehát a zenei megoldásokat ő nem annyira tudta elmagyarázni, ő kitűnően meg tudta mutatni, hogy mit, hogyan kell csinálni, Pécsi Sebestyén viszont szavakkal is megtudta. Most volt közben az életemben, majdnem elfelejtem, egy nagyon-nagyon fontos korszak, ami legalább annyit jelentett, mint a Zeneakadémiának a 9 éve. Ez pedig a Vaszi Viktor karnagyúr karmesterképző mesteriskolája, ami 1950-től 56-ig tartott. Vaszi Viktor a Szegedi Nemzeti Színháznak az igazgatója, alapítója és igazgatója volt, és 50-ben politikai okok miatt kirúgták, 56-ig szabadúszó volt, és mi többen megkértük, hogy ha már idézőjelben mondom ráér, akkor ugyan tanítson minket a karmesterségre. Elvállalta, szinte ingyen, hetenként egyszer jártunk hozzá, hétfőnként egy-egy órára, ami 7 órakor kezdődött, és olyan éjfélkor fejeződött be az az egy óra, és rengeteget tanultam tőle. Tehát majdnem, hogy ez egy mesterkurzus volt a részletek. Pontosan, így is neveztük, hogy a Vaszi Viktor féle mesterkurzus. Nagy nevek szerepeltek ebben a mesterkurzusban. Ez mind arra utal, hogy igen sok forrásból táplálkozott a te tudásod, a művészeted, illetve a tanári affinitásod. Ha jól tudom, később visszakerültél az akadémiára már a másik oldalon, tehát a katedra másik oldalán ültél. Hogy jött ez össze? Amikor az Zeneakadémián újra megindult az egyházzenei tanítás, Dobszai László tanár úr vezetésével, igen, nagy név, akkor meghívást kaptam arra, hogy egy-két órában tanítsak orgonát. Ezt nagy örömmel el is vállaltam, és így kerültem be,
Hát nem is tudom már mikor. Illene emlékeznem a dátumra, de... Mindegy, tehát most nem ez a legfontosabb. Tizenvalahány éve, vagy húszom. Úgyhogy, amikor megalakult ez a tanszak, és azóta is tanítok egyfolytában a mai napig is. Nagyon hát, jól értelmezem a szavaidból, akkor ennek a létrehozatalába is részt vettél, már a tanszak létrehozatalába. Az akadémia organa tanszakának létrehozatalába, a újonnali létrehozatalába részt vettél 20 éve? Hát tulajdonképpen az az egyházzenei tanszakon az részt vettem, de hát többen voltunk ott, orgonaművész kollégák, meg tanár kollégák, akik ezt csináltuk. Végül úgy alakult ki, miután ez egy úgynevezett ökumenikus tanszék, mindenfajta felekezet szerepel benne, minden felekezetből volt egy-egy tanár, mai napig is, és zömmel az történik, hogy az egyes felekezetek, a katolikusokat tanítják, a reformátusok az övéket, evangélikusok szintén, és így tovább. Baptisták is voltak, meg vannak, úgyhogy ez a mai napig is így megy, és együtt csináljuk most már sok éve ezekkel a kollégákkal. Lehetne nevesíteni ezeket a kollégákat, hát ha mást is érdekel, hogy kik voltak ők, vagy kik ők. Aki később a tanszéknek a vezetője lett, Enyedi Pál tanár úr, orgonaművész, aztán próbálok hirtelen vizsgálni, Baróti István, na mindegy, mindegy. Várjál, tehát... muszáj, nem szeretnék kihagyni senkit sem, véletlenül is, csak mondom, rettenetesen a betegsége miatt, nemrég be lezajlott betegsége miatt egy kicsit nehezen forog az agyam. Itt vannak az arcok előttem. Búdis Tamás, aki szintén növendéken volt a főiskolás korszakából. Azért egy nagy dolog, hogy egy növendéken már az akadémián tanít, mint orgonatanár. Tehát... Hogyne, nagyon sok, és most elnézést azoknak, akiknek hirtelen. Jó, hát mindegy, teljesen igény nélkül, de mégis képben vannak a kedves hallgatók ebben a kapcsolatban. Azt is, még mielőtt tovább mennénk, azért érdekel, hogy milyen érzés volt az, tanítani az akadémián a felnövekvő új generációkat, milyen élményekkel volt ez 20 éve. Mik voltak az első tapasztalataid? Vannak-e olyan nagyon-nagyon jó élményeid például? Hát vannak nagyon-nagyon jó élményeim, vannak olyanok, akik nagyon-nagyon nagy tehetséggel kerültek oda, és akikből nagyon kiváló muzsikus sikerült formálni. Vannak olyanok is, akik nagy szorgalommal, de mondjuk más hangszerről jöttek, nem zongoristák voltak, mert az orgonának az alaphangszere, amire ráépül, az tulajdonképpen a zongora, zongorázni kell először, aztán orgonálni, de voltak olyanok, akik fúvósok voltak, vonósok voltak, és ezekből is sikerült organistát csinálni, nem egyből, részben az ő nagy szorgalmuknak köszönhetően, és mindig törtem a fejemet, hogy milyen módszerrel, mit csináljak velük, hogy az minél eredményesebb legyen, és hála Istennek, ez a törekvésem sikerrel járt az esetek nagy részében. Ha jól tudom, te neked az orgonával van egy másfajta kapcsolatod is, nem csak játszol rajta, hanem tervezed is őket. Erről hallhatnánk valamit, hogy hogyan alakult ki, hogy más aspektusát is megismerted ennek a szakmának? Az orgonatervezés az egy nagyon izgalmas és érdekes dolog, mert az orgonát az orgona készítők gyártják, ők csinálják meg. Az orgonában rengeteg alkatrész van, ugye van rengeteg síp, ez az első fő része, aztán egy fúvóberendezés, ami a levegő szolgáltatja, egy játszóasztal, ahonnan működtetjük a billentyűkkel, meg az úgynevezett regiszter kapcsolókkal az egészet, ezt mind ők állítják össze. De hogy milyen hangszínek legyenek, hogy álljon össze egy orgonának a hangszíne, ehhez kell az orgonista, az orgonaművész, aki az ő szakmai, most a szakmai tudás alatt értem, a zene irodalmi ismeretségét, stílus ismeretségét, hogy a különböző stílusokban, különböző korszakokban, már visszatérve az 1300-as, 1400-as, 500-as évekre, hogy milyen zeneszerzők voltak, milyen művek születtek, hát aznak
azt szerint kellett megalkotni, hogy olyan hangszínek legyenek az orgonán, amik ezeket a műveket meg tudják stílusosan jól szolgáltatni. És aztán kialakult az az orgona, hogy volt a barokk hangszer, később lettek a romantikus orgonák, 100 évet ugrunk, aztán később lettek a mai úgynevezett modernebb orgonák, amelyek azt célozzák, hogy a minden stílust el lehessen rajtuk játszani. Hát ez nehéz és bizonyos megalkovásokkal igaz csak, de hát ott tartunk, hogy azért most már egy ma elkészített, jól megtervezett, jól átgondolt összetételű hangszeren azért a zeneirodalom úgy többé-kevésbé jól megszólaltatható. Van kedvenc orgonád, amit nagyon szeret játszani, vagy van olyan vágyad, hogy egy orgona van a világon, amit mondjuk nagyon szeretnél kipróbálni? Hát, amit szeretnék kipróbálni, az több is van, hagyd ne mondjam most, de amit nagyon szeretek játszani, most nem csak azért, mert éppen ott dolgozom, a Batthyány téri Szent Anna templomnak az orgonája, de az egy nagyon kitűnően jól sikerült hangszer, a drézdai Jémlik cégnek a produkciója. Ott volt egy régi orgona, Gergely Feri bácsival együtt közösen azt terveztük át, és a drezdaiak csinálták meg, nagyon kiváló minőségben kitűnően. Aztán hát nagyon sok orgona van most Budapesten is, meg vidéken is. A legnagyobbak közül ugye a Szegedi Dóm, ahol sok-sok koncerten volt, hatalmas hangszer. Aztán hát még most sorolhatnám fel. Külföldön is, Spanyolországban is játszottam egy-két nagyon érdekes, ott másfajta orgonák vannak, mint amiket itt megszoktunk, más a stílusuk. De a franciáknál is nagyon kitűnő orgonákat találtam, németeknél is nagyon kitűnő orgonákat találtam, aztán a cseheknél is nagyon. Úgyhogy nagyon-nagyon sok mindenben nagyon jelesek a csehek, akár a templomról, akár ha zenéről, akár hogyha orgonáról van szó, tehát ők nagyon magas színvonalon művelnek minden ilyesmit. Igen. Még egy kérdésem lenne, ha jól tudom, nagyon sokat koncerteztél már életedben, mint Magyarországon, mint a világ színpadait végig turnézted. Hogy jött ez, hogy te nem csak egy templomelő organista lettél, hanem tulajdonképpen idézőjelben mondom szólista és koncertező zenész? Hát ez úgy volt, hogy amikor én fiatal voltam, tehát végzős növendék, meg végzős hallgató voltam, akkor volt Magyarországon egy olyan szervezet, amit úgy hívtak, hogy Országos Filharmóniai Társaság. Ők szervezték a koncerteket, és akkor az volt a divat, ide idézőjelben mondtam a divat szót, az volt a szokás, hogy aki használható orgonista volt, annak évente legalább egy koncertet biztosítottak nyilvánosan, hogy ne csak a saját szakállára játszon valahol itt-ottam ott, hanem hát egy ilyen hivatalosan megszervezett koncert. Most így kerültem én, mármint hallgató, játszottam többször a Zenakadémia nagy termében koncertet, aztán amikor lediplomáztam ugyanott abban a teremben, később évenként egy-két koncertet mindig adtam a Zenakadémián, később ezek a koncertek kiterjesedtek, amikor a politikai nyomás egy kicsit olyan irányban enyhült, hogy már szabad volt templomba bemenni, orgonálni, nem utálták ki bizonyos körök az embert onnan, akkor templomokban is lett orgona, egyrészt azért is, mert a Zenakadémia nem győzte a fölnövekvő nemzedéket ellátni a hangverseny lehetőséggel, és akkor ez így adódott el. És akkor az embert megismerték a személyi kapcsolatai révén, barátokra tetszert külföldön is. Voltunk kint zenei versenyen Magyarországról 1958-ban Prágában, sok barátra tettünk szert. Szóval így adódott el ismeretségek folyamán, hogy aztán akkor jöttek a meghívások, hogy az ember ment és játszott. És hova jöttek ezek a meghívások aztán, amit mondtál? Mert ha jól tudom, szinte a világ minden részén. Majd minden részébe hozzam. Európában. Tengeren túlon nem jártam, de... És milyen típusú koncertek voltak ezek? Egyháziak?
is. Részben egyházi, de részben világi. Mert az első nagy világi koncertem 1963-ban volt, ami még a kemény idők, úgynevezett kemény időkben történt. Csehszlovák, nem is, dehogy, baltikumi meghívásra történt Tallinnban. Akkor egy orgonista kolléga, meg egy barátom közreműködésével kikerültem Tallinnba, és az ottani zeneakadémiának az orgonáján játszottam. Nagy-nagy koncertet, és az nagyon-nagyon jó sikerült koncert volt. Rá pár évre aztán a Filharmónia közvetítésével kerültem ki egy szovjet turnéra, ami zömmel a Baltikumban történt. Litvániában voltam, Tallinnban, aztán... Na mindegy, szóval a három nagy baltikumi államnak Igen. Most nem precízen pontosan. És aztán később nyugatra is jöttek felkérések? Aztán később igen, nyugatra is jöttek felkérések. Kerültem Ausztriába, Németországba, Franciaországba. Van olyan kiemelkedő koncertélményed, amire a mai napig jó szájízzel gondolsz vissza? Sok. Nagyon sok van, ez így nehéz lenne kiemelni akár melyiket is. Hát a Rigai Dómnak az orgonáján nagy-nagy élmény volt játszani. Aztán Párizsba játszottam. Ott orgona koncertet is adtam meg, énekkart is. Az akkori énekarom egyikével voltunk kint, és a Liszt Requiemet dirigált az egyik kollégáim, pedig orgonán kísértem. Szóval, hogy sok volt. Tulajdonképpen egy nagyon széles életműben rendelkező, és nagyon sok mindent csináltál már eddig is. Vannak még olyan terveid, amit még mindenképpen szeretnél megvalósítani? Amit azt mondod, hogy jó lenne belekezdeni, vagy kitűzni magad elé? Tulajdonképpen, ha az ember a tervekről lemond, és nincsenek tervei, az egy nagyon-nagyon negatív eredményt hoz magával. Én is így vagyok, vannak terveim. Mert mint az életben is szeretnék még élni, szeretnék még tovább tevékenykedni, de az orgonálásban is szeretnék még megtanulni, amennyire az egészségi és agyi állapotom megengedi, újabb műveket is megtanulni, a régieket szinten tartani, és minél többet előadni és bemutatni. Tanítással kapcsolatban távlati tervek? Tanítással kapcsolatban tanítok az Egyházzenei Tanszéken, a Zeneakadémián, az Zeneszeti Egyetem, most már így hívják, és mindenkit, aki hozzám fordul, mert most is jönnek nagyon sokan, tanácsért, hogy hogy csinálnám, mint csinálnám, ezeket én nagyon-nagyon szívesen a szárnyaim alá veszem, és megmutatok neki mindazt, amit én tudok és megtapasztaltam. Hát azt hiszem, ez egy nagyon-nagyon szép végszó volt. Nagyon szépen köszönöm Kárpáti Józsefnek, hogy itt volt, illetve a hallgatóinknak a megtisztelő figyelmét. A Hidak Közéleti Magazin műsorát hallották. Híd a vallások között című műsorunkat hallották. Köszönjük a figyelmet!